A Szent Simoni templomot valószínűleg csak a művészettörténészek ismerik a középkori freskóiról. Egyébként ez egy olyan templom, ami nem református, mégis valószínűleg itt van az ország legrégebbi festett kazettás mennyezete. Egy oszhoz tartozó településen vagyunk, a neve Szent Simon, és a 800 éves árpádkori templom egy igazi, ismeretlen csoda. Szent Simon a Bükkvidék központjától északra található, Ózd központjától 5 kilométerre a Hangony-patak földjében. 1978 óta már Ózdhoz tartozó község. Először Hangony-puszta néven említik írásban, egy 1914-ből származó oklevélben, amikor a hangonyi nemzetség szállásföldjéhez tartozott. 1247-ben Szent Simon úr a neve. Az árpádkori katolikus templom is ekkoriban épülhetett. Ez a Simon egyébként a kánai menyegző vőlegénye és Júdás Tádé apostolok tiszteletére. Két apostol, akik térítőkből lettek vértanúk. Ez a Júdás egyébként nem azonos az áruló 30 ezüst pénzes Júdással, hanem Jézus rokona, talán másodunok a testvére volt. A templom viszont a település szélén lévő kisebb mesterséges dombon áll, amit valószínűleg a rimaszécsi Szécsi Balog család építetett, akik királyi adományul kapták meg a települést anno. Rimaszécs, Ózd, ebből azért kiderül, hogy az ország északkeleti részén vagyunk, közel a szlovák határhoz, az egykori Gömör déli részén, egészen pontosan a nálunk maradt déli maradvány részén. 1554-ben ez a török területekhez tartozott, ami azt jelentette, hogy a falu kettős adóztatás alatt állt, tehát adózott a felvidéki császáriaknak is, illetve a törököknek is. Ebben az időben egyébként a szomszéd faluban lévő Pálos Kolostort, a Hangonyit, a török teljesen elpusztította, szerencsére akkor a Szent Simoni plébánia megmaradt. De azért az utolsó éveikben, egészen pontosan 1683-ban azért felgyújtották a falut. Ha felnézünk a toronyra, a hitújítás egykori viharai is érzékelhetők. A kereszt felett ott az iszlám félhold és a református csillag is. A Szent Simoni ma katolikus templom, de máig nem tudni biztosan, hogy a híres festett fakazetták készítésekor 1650 körül vajon nem volt egy ideig mégis református, hiszen itt elég gyakran és sokszor cserélődtek a felekezetek, de azt sem mondhatjuk, hogy biztosan, mert a famenyezetek között vannak olyanok is, amik nem csak virágmintásak, ahogy ez a reformátusoknál szokás, hanem elég gyakran bibliai jelenetek is megjelennek rajta. Aztán, ami különösen egyedivé teszi ezt a Szent Simoni templomot, az a festett fakazetták mellett, amivel ráadásul két különböző korszakból is van a mennyezeten, illetve valamivel később, a 18. századból a karzat alján. Ezen túl még vannak legalább 700 éves freskók is. 1330 és 1423 körül készülhettek. A templomot leginkább még csak a művészettörténészek ismerik ezekről a középkori falfestményeikről. Sárkányülő Szent György, akiről Károly Róbert idején a legrégebbi világi lovagrendet nevezték el, és talán véletlen, de egyik tagja éppen egy Szécsi Dénes volt, talán akkoriban a templom kegyura is. Aztán Mária, aki a három királyokat fogadja, ennek a korban szintén erős kultusza volt. A főoltár és a Mária oltár, a szószék, az orgona jóval későbbi. 1948-ban pedig több mellőzött festő dolgozott a templomban, például néhány kép Molnár C. Pál nevéhez kötődik, vagy néhány szentendrei festőhöz, Heinz Henrikhez, vagy éppen Jeges Ernőhöz. A faluszéli környezet egyébként nagyon szép, mellett egy mocsaras terület van, és a Hangony-patak, ami valaha a megye határ volt, Gömör és Borsod
megye határa. A ma látható templom nagy része az 1200-as évekből származik, de a következő évszázadban már is átépítették a gótika jegyében, és megtoldották egy új szentéllyel. A formája azóta nagyjából nem változott, a templomhajó régen valószínűleg persze egyenesen záródott, oldalt és a sarkain támpillérekkel erősítették meg. Ez valószínűsíti, hogy egykor boltozatos mennyezete lehetett, ami a sok viszontagság között nyilván beomlott, leégett, és ezért látjuk most ezt a fakazettás mennyezetet. A templomot később megnagyobbították, további bővítések és átalakítások során pedig a nyeregtetőre 8-szögű kis huszártornyocskákat építettek. A templom különlegességeit Magyarországon alig ismerik, Szlovákiában viszont a szlovákok létrehozták a felvidéken egyre népszerű Gotická cesta, azaz Gótikus út nevű templomnéző programot, és ők magyarországi templomokat, a határhoz közeli magyar középkori templomokat is bekapcsoltak ebbe a programba, egészen pontosan a Szent Simónéval együtt 5 különböző itteni kis templomot.